Kilenc embert vittek a mentőkórházba a Nyíregyházi Egyetem uszodájából klórgázmérgezés gyanújával. A bent lévők erős szúrós szagot éreztek, amelyről a tűzoltók derítették ki, hogy klórgáz. Azt, hogy ez miként került a levegőbe, még vizsgálják, de az a valószínű, hogy a vízkezelése közben olyan vegyszereket öntöttek össze véletlenül, amelyeket nem lett volna szabad. Ezeket a felvételeket a tűzoltók készítették nem sokkal azután, hogy a Nyíregyházi Egyetem uszodáját kiürítették. Az épület légterét ezt követően folyamatosan vizsgálták. Azt mérték, hogy mennyi mérgező gáz van még a levegőben. Az eset körülményeit még vizsgálják, de egyelőre úgy tűnik, hogy az uszoda munkatársainak hibája okozta több ember mérgezését. A balesetet az okozhatta, hogy hipót és kénsavat öntöttek össze, amikor ezt észrevették, akkor megpróbálták közömbösíteni a fejlődő klórgáz, viszont bejutott az uszoda épületébe, ahol az ott tartózkodók klórmérgezést szenvedtek. Összesen 9 fő, közülük 3 embert a Nyíregyházi hivatásos tűzoltók mentettek ki, akik teljes légzésvédelemben egyébként még az épületet átvizsgálták, és az épületet átszellőztették túlnyomásos ventilátor segítségével. Az uszodából a bentlevőket a mentők a Jós András kórházba vitték. Itt derült ki, hogy szerencsére a mérgezés mértéke nem súlyos. Enyhe mérgezetteket hoztak, 2-3 beteg volt, akinek kicsit erősebb, komolyabb tüneteket észleltünk, ezeket ilyen közepes mérgezésnek véleményeztük. Szerencsére már ők is jobban vannak, az enyhe mérgezettek pedig már nagyon jól vannak, tehát ők valószínűleg nem sokára el is lesznek engedve. Az egyetem közleménye szerint az egymással reakcióba lépő folyadékok átfejtés közben keveredtek össze véletlenül. Munkatársuk, amikor észlelte a hibát, akkor azonnal próbálta vízzel higítani a szereket, de ekkor már késő volt. Ezt követően értesítették a tűzoltókat, és az erős szúrós szagú gáztól köhögő vendégeket kimenekítették. Az eset kivizsgálásában az uszodát üzemeltető egyetem is részt vesz.